új biokompozit passzív. Nagyon pontos, nagyon gyors. Még egy kicsit talán gyorsabbnak is érzem, mint az ugyanilyen font erejűt, ami a régebbi volt. Nagyon-nagyon-nagyon pontos. Úgyhogy gömb nélkül. Csak nagyjából van rátéve a nyílvessző, de gyakorlatilag 5 cm-en belül mentek a nyílvek. De ennek nekem egy kicsit fura markolata, ugye eleve már, hogy korai, meg nagyon kényelmesen lehet felülni ennek ellenére. Baromi lágyon és hosszan lehet húzni, ez nagyon jó benne. Szóval ez pedig a TRH X Carbon Mix koreai íj. És nagyon gyors, mert a 47-48 fontos nyílvesszőket, ez a 34 fontos íj nagyon pontosan minden megingás nélkül viszik. Nem megy el se balra, se jobbra. X karbon tatár, 40 fontos. Na lássuk. Ű. Csodás pontos. Ez pedig az új TRH. Igen. Szintén 40 font, tatár. Ennek egy kicsit lágyabb a húzása. Hoppá! Viszont ugyanazt tudja. És milyennek érzed ezt a karbonoshoz képest? A karbonos egy kicsit feszesebb, ez egy kicsit lágyabb húzású. A kettőnek a mixét, az asszírt, a L1-es asszírt, ami ugye a X-karbonnak, meg a TRH-nak egy ilyen kombinációja. TRH-karbon, asszír, nagyon szép formája van, nagyon kezes. Jó érzés felelőni. Itt valószínű, hogy a nyílvessző kompatibilitása nem megfelelő az íjhoz. De lehetett kompenzálni. Ez így 37 fontos, és így a 10 fonttal erősebbek a nyílvessző. Viszont csak az első lövésnél volt ez probléma. A gyorsasága nagyon-nagyon jó, és az első bizonytalanság után ez is nagyon pontos. Sőt, nekem ezzel a legkellemesebb lőni, de valószínűleg ez ugye a formája is. Ez volt. Azt, ami csoda jó szórás. Az első bizonytalan lövés, az összes többi meg. Szerintem magáért beszél.